Kedves lelki gyakorlatozó, szeretettel köszöntelek a katolikus pont ma reggeli elmélkedésében. Evangélium Szent János könyvéből. Egy alkalommal Jézus így beszélt a zsidókhoz. Bizony-bizony, mondom nektek, aki tanításomat megtartja, nem hal meg örökre. A zsidók azt felelték: most már tudjuk, hogy valóban ördögtől megszállott vagy. Ábrahám meghalt, és a próféták is meghaltak. Te meg azt mondod, aki tanításomat megtartja, nem hal meg örökre. Nagyobb vagy talán Ábrahám atyánknál, aki meghalt? A próféták is meghaltak. Mivé teszed magadat? Jézus így válaszolt: ha önmagamat dicsőíteném, az semmit sem érne. Az én atyám az, aki megdicsőít engem. Ti isteneteknek mondjátok őt, de nem ismeritek. Én ismerem őt, és ha azt mondanám, hogy nem ismerem, hozzátok hasonló, hazug lennék. De én ismerem az atyát, és megteszem, amit mond. Ősatyátok, Ábrahám újjongott, hogy megláthatja eljövetelem napját. Látta és örvendezett. A zsidók erre felháborodtak. Még 50 esztendős sem vagy, és láttad Ábrahámot? Jézus így válaszolt: bizony-bizony, mondom nektek, mielőtt Ábrahám lett volna, én vagyok. A zsidók erre köveket ragadtak, hogy megkövezzék. Jézus azonban eltűnt előlük, és kiment a templomból. Ezek az evangélium igéi. Aki tanításomat megtartja, nem hal meg örökre, hangzik az evangéliumban. Jézus tanítása, Jézus szavai, lélek és élet. Jézusnak életet adó szavai vannak, amelyek által eljuthatunk az örök életre. Ezért mondja Jézus, hogy aki tanításomat megtartja, az nem hal meg örökre. Erre rögtön ellenkeznek a farizeusok. Ábrahám is meghalt, a próféták is meghaltak. Talán nagyobb vagy, mint ők voltak? Talán már láttad is őt? A zsidók mindent felhoznak Jézus ellen, és akkor sem értik meg őt. Jézus pedig pont a zsidók által fölhozott Ábrahám példáján keresztül világít rá. Tulajdonképpen ebben az evangéliumban miről is van szó? Ábrahám újjongására és örömére hívja fel a figyelmet. Az Ábrahámnak az öröme nem más, mint hogy Isten ígérete teljesedett rajta és általa. Ábrahám hite és reménysége által időskora ellenére apa és sok nép atya lett. Isten megnyitotta Ábrahámnak a szívét a reményre, és vigaszt adott számára. Jézus ebben az evangéliumi részben erre emlékezteti a törvénytudókat. Arra, hogy Ábrahám újjongott, hogy megláthatja az Úr napját. Ábrahám örvendezett. Ezt nem értették, és nem is érthették a zsidók, hiszen nem tudtak örülni. Úgy tűnik, hogy azt az örömet, ami a hitből származik, valahogy útközben, a törvényt betartva és az emberekkel betartatva és csak erre koncentrálva elveszítették. Elveszítették a hitnek az örömét. Az írástudók a törvény ismerői voltak, de hit nélkül. Jól meghatározott törvények álltak a rendelkezésükre, és igen gyakran tudatták az emberekkel, hogy ehhez csak ők értenek. Ez pedig egy elvont, szeretett, hitremény és öröm nélküli valóságot és világot eredményezett számukra. Egy olyan világot,
ahol nincs bizalom, nincs Isten, és ezért nem tudtak örülni. Úgy is szoktuk ezt mondani, hogy megkövesedett a szívük. Keresztény hitünknek, az ember hitének egyik sarokköve a hitnek az öröme, az evangéliumnak az öröme, hiszen örömöt hirdetünk. Öröm nélkül pedig nem vagyunk igazi hívők, és nem vagyunk igazi keresztények. Az örömünket pedig a reményünk hordozza. Az a remény, amely segít bennünket abban, hogy ne fulladjunk bele életünk nehézségeibe. A remény alapvető keresztény életünkben. Ábrahám szembesült kísértésekkel a reménynek az útján, amit bejárt. De hitt és engedelmeskedett az Úrnak. Így indult el az ígéret földjére. A remény az öröm forrásává vált számára. A remény az, ami összeköti az üdvösség történetet. A remény az, ami növekszik a történelemben. Időként elrejtőzik, nem lehet látni, máskor pedig egészen élesen megmutatkozik. Isten folyamatos jelenlétének az öröme az, ami velünk együtt van minden nap, együtt van az ő népével. Isten jelenlétének az öröme. Amikor van öröm, akkor van béke is, írja Ferenc pápa egyik beszédében. A remény útja pedig az örömtől a békéig tart. Nehéz a reményről beszélni. A remény az az alázatos erény, amely az élet vize alatt folyik, de megtart bennünket, hogy ne fulladjunk bele a sok nehézségbe, és támogat bennünket, hogy ne veszítsük el a vágyat Isten megtalálására, hogy megtaláljuk azt a csodálatos arcot, amelyet mindannyian meglátunk majd egy napon. A remény az, hogy mindig tudjunk előre haladni, akkor is, még ha bűnösök is vagyunk. A remény az, hogy én súlyos, daganatos betegként bízzak a gyógyulásban. Nekem ez a reményem. A remény az, ami békét hoz a nehéz pillanatokban, az élet legsötétebb pillanataiban is. A remény az nem okoz csalódást, mindig jelen van. Csendes, alázatos és erős. A mai napon gondoljuk végig néhány percben, hogyan jelenik meg életem hétköznapjaiban, helyzeteiben a remény, és Isten szeretetének szépsége, még a próbatételek idején, még a nehézség idején is. Hol tapasztalok örömet az életemben? Köszönöm szépen a figyelmet, áldott, derűs napot kívánok nektek!